Majó, majó, miró, olajú, majó, miró, olajú. Hogyse, mi lát, hogyse, toj, hogyse, mi lát, hogyse, toj, másra jelom, renitor, másra jelom, renitor. Mas! Hoppá! Thank you.
Tehát ők voltak a pöttömök, a legkisebbek, és most majd az elkövetkező hátralévő időben nyomon lehet követni, hogy ilyen pici táncosokból hogy fejlődnek a nagyobb táncosok egész a felnőtt korosztályig. Most következik az ifi korosztály, Táncolj Kecske címmel fognak bemutatni egy moldvai csángó népszokásokat bemutató koreográfiát. Ez a koreográfia idén a Hagyományok Házában, ahol létrehoztak egy figurás bérlet néven futó sorozatot, ahol iskolásoknak mutatnak be különböző tájegységek táncait. A
Nagytarcsai, vagy a Kistarcsai Pannonia Néptánc Együttes ezzel a koreográfiával, illetve ennek a teljes koreográfiájával nagy sikerű előadást tartott a figurásbérlet keretében, oly mértékig, hogy már jelezték, hogy szeretnék majd a következő sorozatban is, hogy részt vennénk. Tehát ők lesznek az ifik, Táncolj Kecske. Ennek a háttér története annyi, hogy a Táncolj Kecske arról szól, hogy kecske táncoltatással keresték meg a hazatérő, katona sorból hazatérő fiatalok a pénzt a házasságra, és ezt fogják bemutatni ebben a népszokásban. Azt követően pedig jönnek a felnőttek bonchidai román táncokkal, ami egy teljesen új koreográfia, mondhatni erre a napra készült el, úgyhogy fogadják őket is szeretettel. Thank you.
Ugye milyen változatos ez a Kárpát-medence, milyen táncok vannak. Majd jönnek még vissza is. Nem ugyanezzel a tánccal. De most visszatérünk magyar földre, mert ugyebár az erdélyi tánc volt, de most a következő csoport a Barkóca csoport lesz. El kell mondanom, hogy ebben az évben úgy megduzzadt a korábbi Barkóca csoport létszáma, hogy szét kellett választani őket Barkóca és Berkenye csoportra. Ők mind a ketten az általános iskolás korosztály. És most a Barkóca csoport, tehát ők a kisebbek, akiknek a koreográfiát címe, az a címe, hogy Ott az ördög. Ez egy galgamenti tánc lesz. Koreográfiáját összeállította Szengyel István, akit az előbb is láttak egyébként itt a szélén táncolni. És ezzel a koreográfiával Százhalombattán, amely nemrégiben volt egy közép-magyarországi régió gyermek táncfesztiválja, ezzel a produkcióval ők ezüst minősítést értek el. Ez nagyon nagy szó, mert életük első koreográfiája volt így versenykörülmények között, és nagyon neves csoportok voltak ott, úgyhogy gratulálok én is ezen az úton is. És utána pedig következnek a berkenyések, akik egy korosztállyal nagyobbak, és ugyanezen a versenyen részt vettek somogyi táncokkal, amit most fognak majd bemutatni a Barkóca után, és ők ugyanezen a fesztiválon, azzal a produkcióval viszont kiemelt aranyminősítést értek el. Úgyhogy most nézzék meg ezt a két koreográfiát egymás után. Bye.
Tehát ők a kiemelt aranyosaink. És mivel ez az időszak Pannonia életében egy fesztiválgazdag időszak, tegnap jöttünk haza, hát éjfélhez közel időpontban, még a pokolgép itt játszott, mikor lekanyarodtunk a busszal, Pápáról, az IFI csoporttal. Pápán egy IFI fesztivál volt, ahol 22 együttes, több mint 700 táncosa vett részt. Egy óriási fesztivál volt, két napos, nagy élmény volt. És nagyon szépen szerepeltek a mieink is, és ezt a koreográfiát ott is előadták, amit most bemutatnak, még pedig szilágysági táncokat fognak bemutatni. Ebben az évben két vendégkoreográfust, illetve hármat pontosabban, egy házaspár is volt köztük, hívtunk meg, hogy csináljanak koreográfiát, és ez az egyik, amely vendégkoreográfus által alkotott koreográfia, szilágysági táncok. Tehát most következnek ők. Thank you.
Próbálom megkerülni ezt a nagy létszámot, hál' Istennek ennyien vannak. Hát, mit mondjak, egyébként nagyon jó érzés Pannóniásnak lenni ilyen fesztiválon, amikor egy ilyen produkciót adnak elő a fiatalok. És eljutottunk az utolsó számhoz, amellyel a Pannónia Néptánc Együttes el is köszön önöktől. Mégpedig a felnőttek fognak egy új koreográfiát bemutatni, ez szintén egy vendégkoreográfus házaspár alkotása, címe Le a kalappal, egy kalotaszegi táncok, tánc. És ezzel a műsorral, illetve ezzel a számmal, ők a Szilas gálán nagyon szép eredményt értek el, kiemelt koreográfusi díjat érdemelt ez a produkció. Egy ősbemutatója volt a februári gálán ennek a produkciónak, hogy most fogják látni majd. És ahogy a fordulat szokta hozni, ez a mű nem jöhetett volna létre, illetve ez a műsor, hogyha az alábbi alkotók nem működnek közel, és szeretném felsorolni a tánctanárokat, a csoportok tánctanárait, akik foglalkoznak a fiatalokkal, és tényleg nélkülük ez a tánccsoport nem is működhetne. A hagyományőrzőknél Suba Éva és Szilágyi Zsolt, a két tánctanár. A Pöttöm csoportnál Liska Zsófia. Itt van egyébként a táncosok között. Barkóca csoportnál Szengyel István. Ő is majd följön a színpadra. Bergenye csoportnál Urbán Barbara, Máté Móricz. És meg kell, hogy említsem Alexa Zsuzsannát, aki babát nevel most, de ő is benne volt a Barkóca, illetve Berkenye csoport, Barkóca-Berkenye csoport alapításában és nevelésében. Az IFI csoportnál Vadász Dániel és Vadász Bibók Anett, és a felnőtt csoportnál Urbán Barbara és Szengyel István, aki a mai műsort szerkesztette, és egyben ő a Pannónia Néptánc Együttes művészeti vezetője. És természetesen akik húzták a talpalávalót, Samu Zoltán és bandája. És ezzel a Pannónia Néptánc Együttes nevében elköszönök önöktől, további jó szórakozást kívánok a nap hátralévő részében.
Ha.